Az ÁFA kérdéséhez szeretnék picit részletesebben hozzászólni. Egy-két adatot szeretnék fölvillantani abból a szakmai anyagból, amit a Gazdasági Szakbizottság a Fűrőszövetségnél elkészített. És ez az a prezentáció, ha úgy tekintjük, akkor lobby anyag és érv anyag, amellyel a szakmai partnerek segítségével is a magyar kormányhoz fordulunk. Előjáróban annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a Magyar Fürdőszövetség és a fürdők ezen kezdeményezése semmiképpen sem egy öncélú követelés, hanem egy nemzetgazdasági kérdés. Egy olyan kérdés, amelynek nagyon komoly foglalkoztatási, fejlesztési és költségvetési vonatkozásai vannak. Hogyha sikerül ezt a kezdeményezést a kormányzat gépezetén keresztül megvalósítani, és valóban sikerül elérni ezt az áfa csökkentést, akkor erre az esetre a fürdők egyfajta ajánlattal is készülnek a kormány felé, a kormány számára, hiszen itt nem arról van szó, hogy a nyereséget szeretné növelni, vagy a veszteséget szeretnék csökkenteni egyes fürdők, hanem arról van szó, hogy az áfa megtakarítás forrásaiból bérfejlesztést, akár dolgozói létszámfejlesztést, ami komoly foglalkoztatási vonzattal jár Magyarországon nemzetgazdasági szinten is, illetve olyan fejlesztéseket szeretnének a fürdők megvalósítani, amit, ahogy elnök urak is említették, az elapadó vagy már nem működő Európai Uniós források helyett be lehet ebbe az ágazatba vezetni. És szeretnénk egy picit szemléletessé tenni azt, hogy miért is fontos az áfa kérdés versenyképességi szempontból. Tehát, hogyha most nem a foglalkoztatási részét nézzük, akkor nemzetközi kitekintésben miért is fontos ez az áfa kérdés. A hazai fürdők több kategóriába vannak sorolva. Ha most csak a külföldi vonzerő szempontjából, nemzetközi versenyképesség szempontjából legfontosabb tényezőként a úgynevezett nemzetközi besorolású fürdőket tekintjük. Ilyenek például a budapesti fürdők közül jó néhányan, Hajdúszoboszló, Hévíz, Bükkfürdő. Nos, az ő bevételük 64%-át külföldi vendégek hozzák. Tehát 64% a külföldi vendégek összegzik ezen kategóriájú fürdők bevételének, ami azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű módon és teljesen transzparens módon tiszta export bevétel. Ennek az országnak nem lehet más érdeke, mint ezeket az export bevételeket tovább erősítse és az export piacokat támogassa.